Hiába volt a héten nagyon is kitartó esőzés, ha szerda, akkor piaci nap Sárospatakon. A nemrég átadott új fedett piacon, bár a szombati naptól kevesebb árus és bevő volt jelen, aki kijött, megtalálta számítását. A legtöbben a házi termékek miatt vásárolnak szívesen piacon. Ez a tapasztalata a dombrádi árusnak is, aki már 25 éve, hogy Patakon is árul. Füstölt termékeket árulok, sert és húsból készültek, mint házi készítésű, füstölt szalonna, kolbász, sonkák, mangalica félék is vannak, mangalica szalonna van most jelenleg. Nagyon szeretik a vevők, nyáron sütve szeretik fogyasztani. Hát ezek mind hagyományosan régi recept szerint készültek, semmilyen tartósítószer nincs benne. A szomszédos településen élők közül is sokan a pataki piacon szerzik be a konyhába valókat. Azt mondják, árakban nem mindig van különbség a bolti és a piaci között, de a jobb minőség és a házi ízek a piac mellett szólnak, nem beszélve az alkudozásról. Hát egyforma szerintem, de itt azért tudja az ember már, aki ide jár mindig, hogy kitől kell vásárolni, kinél van friss áru, és akkor. Az esős napok igen kedvező hatást gyakoroltak a gomba termésére. Szép számmal is árultak belőlük. Piacon egyébként minden gomba vizsgálaton esik át, csak úgy kerülhet az asztalokra. Van, aki Miskolcról érkezett, hogy zempléni gombát vehessen. Hát ezekért a gyönyörű gombákért. Tehát talán több éve tetszik itt vásárolni gombát? Igen, igen, minden évben, amikor itt nyaralunk, akkor mindig ezt szoktuk venni. És megtetszik elégedve a menőség jelen? Hát ezzel? Hát ez gyönyörű. Valószínűleg megtaláltuk a legfiatalabb piaci kofát is. Tamásnak a vérében van a kereskedelem. Hát 2-3 éve. És akkor te is szoktál árulni? Igen. És szoktak nálad alkudni esetleg? Szoktak. És szoktál engedni is? Hát néha. Attól függ, hogy mennyit vesznek, miből, meg mennyit akarnak alkudni. És akkor mit szoktatok árulni? Hát krumplit, paprikát, paradicsomot, uborkát, meg minden. A pataki piac mindig is fontos szerepet töltött be a térségben. Nem csak nézelődni és vásárolni lehet a felújított uniós normáknak is megfelelő új területen, társadalmi életet élni, vagyis az élet nagy dolgait kibeszélni, és alkalmas helyszín a piac.